Van most akkor? Á, nyomorultó! Mondjad. Ő itt nem itt a... Ő nem az a varázsló? Szedjétek már rendben magatokat! Nehéz megmondani. Te jobban láttad őt, mondd meg te. A ruhája pontosan ugyanolyan, és a hangja is ismerős. Ruha alapján nem ítélkezhetünk. Bárki vehet magának a csúcs. Maguk rólam beszélnek? Üdvözletem, uram. Üdvözlet! Maga volt az, aki eljött velem a falubát, azért ismeri a hangomat. Ilyen faluba? Hát Hohenheimben. Hohenheimben. Mi dolga magának abban a leprafészekben? Hát én vagyok a hivatalosan kijelölt ottani helytartó, kérem szépen. Ó, maga a helytartója annak a településnek. Igen, az itteni intézővel egyeztünk meg ebben. Á, értem, értem. Miféle bizonyítéka van erre? Papírt fel tud mutatni erről? Hát gondolom, az maguknál... Gondolja! Gondolom, most maguk... akkor tudja, vagy nem tudja? Van hát, papír, vagy nincs papír? Ha hát, nincs, akkor attól tartok, hogy be kell vinnem önt. Engem? Most ugye csak viccel? Igen. Egy kis elbeszélgetésre. Megbeszéljük ezt a papírhiányt. Milyen papírhiányt? Én megszereztem a jogokat Hohenheim felett, amit elismert a maguk helytartója és kapitánya is. Papír van, vagy nincs? Nincsen papír. Elismerés az van. Dobozza el a fegyverét, és kísérje be hozzánk a kártista rendhez. Hogy merészeli? Egy lépés se közelem. Vegye el a pálcát. Most azonnal. Nem adom oda. 3 másodpercet számolok. Meg fogják büntetni magukat azért, amit tettek. 1, 2. Adja át a pálcát. Az ki van zárva, az az én tulajdonom. Vissza fogja kapni. Elfogadom a feltételeiket, hogyha ennyire ragaszkodnak hozzá. De a helytart, az itteni intéző is legyen akkor jelen. Szólunk neki. Ide a pálcán. A bunkót is az, mit az előbb az övén hordott. És mit kezd ebben a... semmiséggel? Tessék, legyen vele boldog! Menjenek, csak sétálva. Mindjárt utánuk maguk megyek. Parnassusba vigye, a gárdista központhoz. Mi az, hogy vigye? Maximum kísérje! Beszéljen a rongomhoz méltóan! Kísérje! Kedves helytartó úrunkat! Az egyik cellába. Lesz egy kis... Csak finoman, nehogy letörjön a körme. Értettem. Na hát akkor ne menjen el. Hát nem Darnassusba akar elkísérni? De előtte ide kell hoznom az a babat, és oda is követnie kell, mert nem bízok magában. Még most. Na és előttem menjen. Menjen, hát úgyse megyek sehova, maguknál van a botom, maguknál van a bunkom, legyenek vele boldogok. Lehet akkor azt akarja mondani, hogy egy gárdistának nem engedelmeskedik? Én helytartó vagyok. Hát, hogyha nincs papírja, akkor elvileg... sőt, hogyha nincs papírja, akkor én vagyok a felettes most.
komolyan meg akarnak alázni, jó, akkor menjünk. Pontosabb dolgaim lennének, mint ilyen botorügyeket intézni. Ki gyomérget jöttem fejni? Akkor most már felülhetek a lovamra, megengedik? Parancsoljon. Irány Darnassus. Remélem az intézőt hamar meg tudják találni, mert az én időm drága. Ó, bízom benne. És mit keresett a városban? Mondtam, hogy kígyómérget jöttem fejni. A városban? A faluban voltam, milyen városban? Itt megöldöstem a kígyókat, nem szereztem egyetlen egy mérget sem. Gondoltam, akkor átváltatok egy kis pénzt, hogy vissza tudjak utazni. Látják, ott vannak a kígyó tetemek. De, hogyha itt vannak a kígyók, akkor a faluban mit keresett? Mondtam már, hogy pénzt váltani. Pénz kell a teleporthoz. Beértünk a városba. Keresse föl az intézőt. Köszönöm. Örülök, hogy ilyen jól teljesítik a parancsokat. Parancsok? Rügessünk. Beléjük kötök ügyen. Kötök neki pulcsit. Nem szeretek kígyókkal vihaskodni. Mindig gyorsabbak, mint én. Itt maradsz, amíg vissza nem jövök.
Nos, erre parancsoljon. Parancsnok úr, az intézi hagyott egy üzenetet, hogy Luxorba kellett utaznia, de hamarosan megérkezik. Mennyi idő? Körülbelül egy olyan 10-15 perc. Rendben van. 10-15 perc, addig itt akarnak tartani? Ne izguljon. Biztos vagyok benne, hogy remekül el fogunk beszélgetni. Nekem erre nincsen idő. Ne izguljon, nekem van. Lukja be az ajtó. Vigye. És kísérje. Menjen a katonám után, már is jövök én is. Hoppá! Azt cellákba akar vinni, komolyan? Ez a protokoll, kérem. Hát de... milyen jogom? Hát kérem szépen! Ez több mint mondjuk, hallatlan. Azon a jogon, hogy intézőnek adja ki magát mindenféle irat nélkül. Mi az, hogy úgy, intézőnek adom? Úgyhogy menjen, szépen mondom. Hát, ezért még meg fog fizetni. Induljon! Ez... komolyan hallatlan. Istenem. Most komolyan. Szórakozzak velem. Ugye nem gondolja, hogy egész nyafogását fogom hallgatni. Más fog hallgatni, pia, amint ide ér az intéző. És hova siet ennyire egyébként? Hát a dolgomra vissza. Azt hittem, hogy nem akarja hallgatni a siránkozásomat. Leléphet, katona. Leléphet, de akkor rázárom, magára zárom az ajtót. Maguk el ilyen a vendégszeretet, akkor ezek után nem számítok semmi másra. És mi a dolga? Milyen dolgom? Hát az előbb kérdeztem, hogy hova siet ennyire, és azt mondta, hogy a dolgára, és mi a dolga? Oké, micsoda vagyok. Maga szerint mi a dolga? A főzleteimre akarok figyelni. Szóltunk az intézőnek, már is hívom a kapitányt. Egy kis türelmét kérem. Nagy. Ne hagyjuk addig éhezni, adjon neki valamit enni. Éh, tudnám, hogy mi a fenének ez a felesleges zárkázás, na, amikor teljesen együttműködő vagyunk. Na, hát ez aztán nagyon protokális. És mondja Horrenkai, maga szokott boltokat rabolni esetleg? Miért rabolnék boltot, amikor megegyeztünk az intézővel és a kapitánnyal is, hogy nem csinálok ilyet? Uh-huh. Most volt egy boltrablás, és ott volt egy varázsló, pontosan abban a városban, ahol maga is volt. És pontosan egy olyan ló volt ott, a helyszínen,
Mint magánál. Véletlen egy verseny, igaz? Igen, valószínűleg nagyon sok embernek lehet szürke és pikkelyes, szürke és pikkelyes, na, a szürke és fehér foltos lova rajtam kívül. És bizonyára pontosan olyan gyerek, és pontosan azon abban a városban, ahol volt a robbalás volt. Tényleg véletlen egy versés. Úgy érzem, hogy ezt minden áron csak rám akarják kenni. És miért lennék olyan hülye, hogy oda mennék ugyanoda vissza? Ahol egy másik varázsló ugyanilyen dolgokat csinál. Egyszerűen nonsens, ezt gondolja már rá. Istenem. Na de is mi van akkor, hogyha el sem ment? Nézzék át akkor a lovam nyergét, hogy találnak-e benne valamit. És egyébként... Oh, elfelejtettem elnézést. Hasonlít nekem valakire. Ide. Nem tudom, hogy mit akarok ebből kihozni. Amíg nem érkezik meg az intéző, addig itt kell tartanunk. Az idő az ketyeg, gárdista uram, én megvárom. Maga negyed órát mondott, de nem tarthat itt örökké. Izguljon, nem lesz idő. Hohenheim népe nagyon várja, hogy visszatérjek. Melyik népe várja a visszatértét? Az, amelyik már gondolkozni sem tud? Van olyan, ami még tud egyáltalán? Vannak. Önkényesen kijelentette magát a helyi urának. Önkényes, megharcoltam érte. Maguk elfogadták. Az a szánalmas, amit maguk csinálnak. Először is elismerik. Nem fogadtam el semmit. De a parancs, de a kapitánya elfogadta. Ezáltal bizonyítéka, továbbra is ezt mondom. Maguknak a szó... Ezt? Maguknak a szó semmit sem ér. Pontosan, ahogy mondja, semmit nem ér. Jó, akkor máshogyan fogalmazok. Ha a kapitánya és az intézője nem ismeri el ezeket a dolgokat, amiket megbeszéltünk, és maga úgy érzi, hogy önkényesen itt tartott és büntethet engem, akkor Hohenheim lakosai fognak megfizetni a maga botorsága miatt, és a koponyáikat karóra tűzve fogom idehozni a maga szállása elé. Ez a lehető legrosszabb dolog volt, amit mondott most nekem. Úgy tűnik, nem sok ész szorult magába. Magába se, hogyha most kezet emel rám. Képzelj el, ahogyan most az éppen gondolkodni nem tudó lakosságom, akik ott maradtak Hohenheimben, de mégis valamilyen szinten kötődnek hozzám, éppen azon morfondíroznak, hogy kivelezzenek egy családot, miközben rám néz. Szóval menjen ki a cellámból, és hozza ide az intézőt, vagy a kapitányát, akivel megegyeztem, vagy vállalja a következményeket. Rendben van. Én nem nyúlok magához. Önnek megfelelő bánásmódot fog kapni, amíg várakozik. Ígérem. Jön, fiam. Hú, ez egy egész jó kis szöveget összerüttyentettem. Nincs felügyelet alatt, hogy bezárjam az ajtaját.
Természetesen. Nem is értem, miért kell ezt megkérdezni. Örülök. Megvárjuk, amíg ide ér az intéző. Mielőtt ide ér, egy kicsit lehet, hogy hatunk ebben rá. Mondom meg a csapkére. Mielőtt ide ér az intézmény, valahogy hatunk kellene rá. Hányszor rohajtja, hogy megissem? Ilyenkor lenne jó, ha lenne nálam egy ilyen fiola. Nem fogadom el ezt, amit igényesen kielvetem magát az ötőn számát. Na, kivették ezeket a levitálós emótokat. Na, mire várunk? Az biztos, hogy a szarul sül el.
akkor a gárdista épület elejét végig fogom pakolni ezekkel a karóba húzott koponyákkal, ahogyan megígértem. Már közben ülve elaludsz, vagy mi? Vagy hogy nem bőveszélünk. Koncentrálok. Mégis mire? A gondolataimra, eléggé fontos dolgok a gondolatok. Mondjon el nekem egy-kettőt. Mint például, hogy mik és hogyan és miként fognak történni, ha innen kimegyek, és minek mi lesz és hogyan lesz a következménye. Úgy valamit a... intézőt. Nem sokára visszajövő, Benger. Mi volt ott parancs? Most akkor Benger. Igen, jöjjön be. Meg kellene erősítenie valamit. Tudomásom szerint az intézőket, intézőknek van valamiféle iratuk, amivel igazolják magukat, hogy intézők. Van ilyen? Nekem? Nincs. De tudok kiállítani egyet. Na, ismeri ezt az embert? Üdvözlöm, intéző úr. Üdvözlöm, Warrenkel. Csak nem valami rosszat csinált? Nem. Mérget csapoltam kígyóknak a fogaiból, amikor a gárdisták önkényesen kitalálták, hogy behoznak ide. Én megígértem, ahogyan megegyeztünk, hogy nem csinálok semmi rosszat. Hohenheimben eligazgatom a magam kis dolgaimat, és meghúzom magam. És így is tettem. Nem igazán mesélt arról, hogy maga belement ebbe. Meg tudná erősíteni, hogy ez valóban így van? Ön természetesen. Felhatalmazta ezt az embert, hogy Hohenheimben ő a törvény és nem a gárdista rendőr. Ajánlom, hogy jól fontolja meg, amit mond. Arról nem volt szó, hogy Hohenheimben ő a törvény. Arról volt szó, hogy Hohenheimben én is azt csinál, amit akar Hohenheimben belül. Azon kívül volt szó, hát akkor hogy nem Hohenheimben... Meg... tartója Hohenheimnak. Nem tudom, van nekem volt ilyen szó, hogy mi arra beszélgettünk, hogy maga a helytartó lesz. Az itteni emberek szólítanak engem helytartónak. Ez az Erwin Blackheart. Ő szokta mondani, hogy üdvözlöm, helytartó. Azt hittem, ez a megnevezése az ottani embereknek. Aztán azóta gondoltam, akkor miért ne? Akkor legyek helytartó. Hogy ne, biztos vagyok benne. De ez tény és való, hogy azt csinálok, amit akarok, ahogyan megegyeztünk. Ott is tartok mindent, ahogyan megegyeztünk. Van egy-két falusi lakó is, kedves intéző úr, nagyon elégedettek az ottani körülményekkel, köszönik szépen. De feltartják a dolgomat ezek a mindenlében kanálgárdisták, ráadásul megfenyegetnek engem. Hallgasson már el! Még mindig ott tartunk, hogy maga semmilyen papírral nem tudja igazolni azt, hogy ez az esemény valóban megtörtént. Hát nem is volt szó semmilyen papírról. De elég szomorú, hogy nem volt semmiféle papír lefektetve erre. Parancsnok, ez az ember követett el valamilyen bűnt, bűncselekményt, kárt, ami azt illeti szeptanúk látták őt mai nap a városban. Melyikben? Hogy a varázsbottyát nyíltan magánál hordta, sőt, a saját szememmel láttam, hogy varázslatot idézett meg a városon belül. És milyen varázslatot, kapitán? Parancsnok! Ha szeretném hallani, a saját szememmel milyen láttam. Varázslatot? Darnassus Sturley! Milyen varázslatot használt? Illúzió varázslatot használtam, amelyet szabad használni a városokon belül is. Csak saját magamat lepleztem. Nem valóban akar... itten? Így te. Szabad használni a városban? Így van! Nézze meg a törvénykönyvüket, kedves parancsnok! Ahhoz képest, hogy játssza itt az ostobát, kicsit okosnak tűnik nekem ahhoz. Ki mondta, hogy ostoba vagyok?
Ha nem követett el semmilyen bűncselekményt, nem értem, miért tartják zárva ezt az embert. Eléggé szomorú, intéző uram, hogy a gárdisták csak úgy bezártak engem ide, mikor elég komoly megállapodásunk van. Ez lehet, hogy egy kicsit megállapodásunk semmit nem ér. Intéző. Ez túlkapásnak tűnik nekem parancsnok. Ha nem követett el semmilyen bűncselekményt, és Hohenheimen kívül azt jelen, amit akar, hogyha nem ütközik törvényben, akkor nem értem, miért van bezárva. Elnézést, közbeszólok. Hohenheimben átmutott... ez az ember Hohenheim urának hívta magát. Tudtommal, ha jól tudom, ebben az intéző úr is tisztában van, hogy milyen hatalommal rendelkezek, és kettőnk között... Semmilyen hatalommal nem rendelkezik Hohenheimnek, nincs ura. Ilyen értelemben legalábbis, ahogy maga gondolja. Ankeloni felhatóság alá tartozik, és maga tudtommal nem Ankelon. Elfogadtam Ankelon törvényeit, a gárdisták a megállapodás szerint akkor jönnek be bármilyen fennforgást, meg akármit csinál, amit akarnak. Egy dologban egyeztünk meg közvetlenül az intéző úrral, hogy bármit csinálok Hohenheimben, ott nem érhet el a törvény keze, ezáltal úgymond azt csinálok. Dehogy nem elérhetni. Hohen... Miért érhetni? Az előbb szögeztem le maga valamit. Maga túl sokat gondol magáról. Na jó. Hohenheim területén Warren Kahn azt csinál, amit akar parancsnok. Azon kívül már érvényesek rá a mi törvényeink. Ha még egyszer mondom, ha nem követett el semmilyen bűncselekményt, akkor miért van bezárva? Mindig nem értem. Ezt nem értem én sem. És az is legális, hogy Hohenheimban utcákon zombikat tart? A zombik okoznak bármilyen fennakadást vagy törvénysértést? Az előbb említette meg nekem, hogy ha vele itt bármi is atrocitás ír, akkor megölik az embereket. Nekem ez nem tűnik túl biztonságosnak. Mivel az életemet felegették, kedves intéző úr, és úgy léptek föl ellenem, ahogyan fölléptek. Protokoll szerint léptünk föl magával. Protokoll szerint megfenyegetett engem, és nem tudja, hogy mi, kivel és mivel áll szemben. Felszólítottam. Túlságosan ne nyaggyerekben érzi magát parancsok, ami teljesen igaz. Elfogadom akkor, amit az intéző mond. Elmehet. Akkor engedjenek ki. Maga jöjjön az irodámba. Köszönöm, intéző úr, hogy ide fáradt. Mindig öröm magával találkozni. Menjen Warren Kahn a dolgára. Van egy építészem. Majd magához küldetem, hogy egy kicsit kibővítse az irodáját. Örültem a találkozásnak. Minden jót. Minden jót. A botomat... Fiú. Nem nálam van. Parancsnok úrnál van. Parancsnok. Mit akar? Takarodjon a szememről. A botomat és a mészemet kérem most. Ó, elnézést. Biztos kiesett a nyergemből. Nincs nálam. Most pedig tűnjön el innen. Intéző? Warren Kahn? Igyekezzem már Warren Kahn. Jöjjön! Legyen kedves. Na, ugye szebben hangzik. Parancsnok, parancsnok. Nem követnek el az emberek semmilyen bűn, nem kell őket beadni. Túlkapásra fogják ítélni, és a végén még lázadozni fog. Így is kevesen vannak. Jó van. Olcsó megcsinálni nagyon a varázsbotot, abban nem vesztett el semmit, az csak 20 vas, meg 10 kristály. Fegyvere maga a bandogivel. Hát most majd jön a bünti, igen. Most majd jön a bünti. Hát... nem hisz nekem a parancsnok. Most... jönnek szakarolra tűzött fejek a gárdista épület elé.
Ez ilyen egyszerű. Ez ilyen egyszerű, csak meg kell néznem, hogy mi kell hozzá, de elméletileg csak bot meg koponya azon meg van bőségesen. Nem értem, megvan a school taker feat. Vagy csak úgy emlékszem, hogy megcsináltam volna. Hát lehet, hogy csak úgy emlékszek, mintha megcsináltam volna. Már annyiszor megcsináltam, hogy elfelejtettem. De azt hiszem a koponyákat le lehet rakni dekorként is. Ó, hát akkor az lesz dekorként. Van egy pár. Tudom, egy... 10 darabot. Ne pazaroljuk annyira! Ah, és ezt így le lehet szépen tenni. Hát most még annyit megteszek, hogy elmegyek az emberemhez, ha itt van. Itt a lova. Na, itt van az ajtaja. Hú, mennyi láda. Bocsásson meg, hogy csak úgy betörtem.
Nem bocsásson meg. Láttam! Mindent láttam. Próbáltalak megmenteni. Szomorú, kiábrándító. Még csak meg sem próbáltál tárgyalni, pedig az élete volt a kezedben a boltosnak. Kérhetted volna, hogy engedjenek el, és a sötétség alatt simán el tudtál volna menekülni. Bocsáss meg, balgaságom, jó uram. Kezdő vagyok az eféle dolgokban. Semmi probléma, megoldottam. A balga gárdisták eszik a szavaimat, az intézőkkel meg minden úgy működik, ahogy kell. Igazából a saját befolyási körömet is teszteltem ezzel. Állj csak fel. Állj fel. Figyelj, nagyon egyszerű a tényállás. A gyakorlást azt mindenféleképpen folytatni kell. Nem feltétlenül azonnal, ez nem azt jelenti, hogy rögtön vágj bele újra, de most a gárdistáknak meg kell fizetnie. Kapsz tőlem egy feladatot. Nagyon egyszerű feladatot. Nem lesz semmi probléma belőle. Készen állsz? Természetesen. Budvár a kovács és az intéző várnak téged. Építészre van szükségük. Menj el, látogasd meg őket. Szerezd pénzt, dolgozz nekik. Mondd el, miket hallottál, s miről beszélgetnek a városban. Nyugodtan vállalt föl magad, hiszen építész vagy. Ezen kívül kapsz egy nagyon apró feladatot. Itt van 10 darab koponya. Vedd fel őket. És egy mágikus kör, amit le tudsz tenni bárhová. Ahogyan a koponyákat is. Amikor nincs senki a gárdista épületben, menj oda, és az asztalukra tedd le a 10 darab koponyát, és mellé egy üzenettel, hogy én mindig állom a szavamat. Elég ennyi. Teljesen. Tíz perc, 10 ember. Azt intézd úgy, hogy ne lássanak. A többit rád bízom. Az intéző és a kovács vár téged. Ha nincs más dolgod, akkor mehetsz is. Ha viszont van, akkor hozz be úgy, ahogyan neked tetszik. Csak add át az üzenetet. És erősödj, gondold át, hogy hol hibáztál. Törekszem, uram.